A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai témánk a horgászvizek állapota. Annál is inkább fontos ez a kérdés, hiszen, illetve hát a horgászat Fejér megyében, mert a HOFESZ mindent megtett azért az emlékezetes koronavírus járvány idején is, hogy a horgászat azért továbbra is működjön, sőt, remekül működött. Viszont most az asszály, ez az évszázados asszály azt hiszem, hogy megviseli a víztározókat is. Erről fogunk beszélgetni Urfi Tamással, a HOFESZ ügyvezetőjével. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Ugye azt tudnunk kell, hogy a szövetség a csurgói víztározó, pátkai, a palotavárosi tavak, a Gaja, Sárvíz, Malomcsatorna, Sárszentmihályi víztározó, Nádor csatorna és a Duna egyik szakaszának a vízkezelője. És hát ez azt hiszem, hogy lefedi Fejér megyét, ha úgy tetszik. Ugye. És ilyen értelemben nagyon fontos számunkra, hogy milyen állapotban vannak a vizeink. Annál is inkább, hiszen a taglétszám folyamatosan nő, sok gyermek kezd el horgászni, hála Istennek, és rendkívül sok egyesületet kell képviselnetek. No, mivel a HOFESZ egyik legfőbb feladata, hogy a vízterületek értékeit megvédje, megóvja, fejlesz-e, bővítse. Hogy állunk most? Tehát nézzünk itt körül, hogy de először egy kicsit menjünk vissza a koronavírusos időszakra, hiszen amíg nagyon sok minden bezárt, a horgászoknak kinyílt a világ. Így igaz, tehát koronavírus időszaka alatt a horgászat az talán ilyen reneszánszát élte, de most úgy látom, hogy elkövetkezik a hét szűk esztendő. Tehát ez az asszály teljes mértékben nem csak bennünket itt Fejér megyében, hanem az egész országban ugye sújtja a vízkezelőket, illetve az egész agrárszektort. Tehát ez most mindent úgymond generál. Sajnos évek óta azt gondolom, hogy a hírek folyamatosan ugye a Velencei tóról szólnak, illetve mivel a vízgyűjtő területén található Pátka és az Ámói víztározó, így az idei évben azt gondolom, hogy mind a kettő víztest, mert ugye az Ámói tározót a tavalyi év folyamán belengedte a víz ugye a Pátkai tározóba, és az idén tavasszal került ez a víz a Velencei tóba, amikor a klorofil tartom elérte azt a határt, amikor lehetett ereszteni a vizet. Hát sajnos az idei évben ez a csapadékmentesség, ez olyan szintre vitte a Pátkai víztározót, hogy ezzel a két héttel ezelőtt volt ez az első komolyabb eső, akkor már 370 centinél járt, ugye a minimum szintnél járt a víztározó, illetve a Velencei tó is 50 pár centis negatív rekorddal küzdött. Tehát nem tudjuk jelen pillanatban mi se, tehát felállítottunk különböző verziókat az elnökséggel, hogy hogyan tudnánk áthidalni a problémát. Jelen pillanatban tározó, azt ki kell mondjam, hogy ebbe az időszakba, illetve a nyári időszak végén nagyon sok horgász kérdezte, hogy miért nem halásszuk le, tehát nem ilyen egyszerű a dolog, tehát én jó magam, illetve elnökségi tagokkal is végigjártuk az egész tározót, lelábaltuk, megnéztük a medernek a morfológiája, illetve a part széle annyira sekély, hogy ezekben a nyári időszakban nagyon nagy melegben egyszerűen halászhatatlan lenne, tehát csak nagyobb kárt okoztunk volna a víztesten. Most azt gondolom, hogy talán ebben az őszi időszakban eljutottunk odáig, hogy a halak most már átvészelik. Itt augusztus 20-án volt egy nagyon-nagyon erős ugye, front, ahol légnyomás különbség miatt jelentkezett egy bizonyos számú elhullás, de hál' Istennek tetemes, nagyobb mennyiségi pusztulás nem volt a tározón. Sajnos ilyenkor főleg a ragadozó halak, tehát ami sokkal nagyobb oxigént igényel, őket viseli meg jobban, illetve a keszekféléket. Abban nem találtunk elhullást. Elnökséggel jelen pillanatban úgy beszéltük a dolgokat, hogy ha január végéig nem lesz annyira, tehát hogyha lesz egy adott esetben egy csapadékosabb őszünk, illetve telünk, és a 450-es vízszintet eléri a tározó, akkor valójában úgy gondolom, hogy amíg ugye majd folynak a rekonstrukciós munkálatok az Ámói tározóba, és nem kerül a Pátkai tározó is a munkálatokhoz sorrendbe,
akkor addig még lehet horgáztatni rajta, vagy horgászni, hogyha ha nem, akkor valószínűleg februári időszakban fogjuk majd a tározót halászni. De ezt is nem teljes halászatról beszélünk, hanem egy részét, a kopoltyú számot próbáljuk csökkenteni. Tehát most a törvény ugye kimondja, hogy megkértük az engedélyeket ezzel kapcsolatban, az általunk kezelt állami víztestekbe, tehát Fehérvár Csurgóba, illetve Sárszentmihályba lehet átmenteni a halakat. Igen, fontos kérdés, hogy sikerült-e megállapodást kötni, ezek szerint igen. Mert ugye a vízgazdálkodásban mindig meg volt a vita, hogy miként lehetne és kell megmenteni a velencei tavat, és ebben kulcs szerepet szántak a pátkai víztározónak, pátkai zámainak. Ahogy így említetted, tehát ez továbbra is áll? Hát én, ahogy Csonki úrral, igazgató úrral tárgyaltam erről, tehát ezt most mindenki látja, hogy a jelenlegi helyzetben sem a pátkai, sem az ámói víztározó nem alkalmas arra, hogy megmentse a velencei tavat. Tehát most körülbelül 1 millió köbméter víz található a pátkai víztározóba, ugye az ámói tározó az teljesen szárazon van. Ez az 1 millió köbméter, ez 4 centimétert jelent a velencei tónak. Tehát ha most jelen pillanatban ezt a teljes vízoszlopot leengednék, vagy vízmennyiséget, nem vízoszlop ez, nagyjából a fele az csak a császár vízen, amire leérne a velencei tavon, a mellette lévő száraz terület az elszívná a csatorna mellett lévő földterület, tehát körülbelül 2 centimétert jelentene a velencei tónak. És ez igazából nem segítség. Sajnos nem segítség. Tehát itt az lenne a segítség, hogy ha végre lenne egy olyan ősz, ami csapadékos, illetve a tél is lenne, mondjuk téli csapadékban ugye a hómennyiség, akkor lehetne ezeket a tározókat feltölteni. De ugye mind a két tározó az nem arra készült, hogy magát a velencei tavat tudja feltölteni, hanem az időszakos vízszint hiányokat lehessen pótolni belőle. Tehát sajnos ugye a vízgyűjtő terület nagyon kicsi, tehát ez az ámói, pátkai területen lévő vízgyűjtő mennyiség, ez nem hoz annyi vizet, amiből a velencei tavat jelen pillanatban lehetne pótolni, illetve megmenteni. Ha már a tározókról beszélünk, ez egy nagy dilemma, azért tegyük hozzá. Egyrészt ott van a horgásztársadalom, akikről beszéltünk, másrészt pedig ugye jóvá tehetetlen károkat szenved a velencei tó, azt most már látjuk. De hát ez nyilván ez a szakemberek dolga. Csurgó, menjünk el Csurgóra. A Csurgó is egy rendkívül fontos helyszín, mármint a HOFES szempontjából. Hát Fehérvár Csurgán a tavaszi időszakban magas vízállás volt, tehát ott nem volt probléma a vízállással, viszont a nyári időszakban a Gaját is ugye érintette, igen. Tehát hogy aki a tájcentrumban kijár sétálni, azt láthatta, hogy szinte teljesen kiszáradt a felső gajai rész, tehát csak bizonyos részeken, gödrökbe található vízmennyiség. Úgyhogy teljesen újra kell nekünk is ott gondolnunk a magát a pisztrángra való horgáztatást, tehát hogy hogyan lehet ezt áthidalni, ezt az időszakot. Sajnos úgy néz ki, hogy lehet, hogy ha nem változik az időjárás, akkor hosszú távon ezt így nem lehet így üzemeltetni. Tehát van lesznek időszakok, amikor van benne csapadék, vagy van ugye egy viszonylag gyorsan lemenő csapadék, de egész évben úgy néz ki, hogy ha ilyen meleg a szájos nyárak lesznek, akkor ez nem fog annyi vizet biztosítani. De Fehérvár Csurgón jelen pillanatban abszolút nincs probléma, illetve Sárszentmihály tározóban is azt gondolom, hogy nincsen gond, tehát hogy ott is megvan a megfelelő vízmennyiség. Sajnos az aki lesz pontunk, az most a pátkai víztározó. Igen, Gaja és Sárvízmalom csatorna. Ugye gyakorta járunk arra, azért látjuk, hogy egyre kevesebb a víz ezekben is. Ezt már pedig a Gaja különösen fontos számunkra. Mindkettő egyébként mondhatjuk. Mindkettő olyan fontos. Ezekkel mi a helyzet? Lehet tisztítani, lehet segíteni, vagy pedig bele kell nyugodnunk, hogy ez az asszályos időszak tulajdonképpen ezt a régi kedvelt horgászvizeket, illetve vizeket is elvágja a köztől, ha úgy tetszik. Hát jelen pillanatban ott még talán ekkora probléma nincsen. Ugye a víz, ugye a malomcsatornát, illetve bizonyos szakaszokat a hinárvágás szokta minden évben végrehajtani ezeken a területeken. Ez amiatt is fontos, hogy adott esetben úgy, hogyha valakinek vízkivétel igénye van halas tavaknak, illetve más egyéb mondjuk mezőgazdasági célra, hogy a víze eljusson, mert a hinár fenntartja nagyon a vizet, tehát nem tud egy megfelelő ütembe folyni a víz,
Ez viszont egyfelől ugye a vízgazdálkodás miatt fontos, a halaknak viszont ez a hinár, ez egy ilyen kettős dolog, tehát hogy az alacsonyabb vízbe árnyékot, védelmet biztosít adott esetben a madaraktól, illetve mivel nem tud annyira fölmelegedni a víz, viszont ez a sok növény ugye éjszaka oxigénfogyasztó, tehát amit termel a napközben a napsütéses órák számába, az éjszaka folyamán viszont fogyasztja az oxigént, és oxigénhiányt szokott okozni ezeken a kis vizeken, tehát ebből mindig szokott adott esetben egy-egy kisebb szakaszon problémát biztosít. Nádorcsatorna kiemelten fontos, azt tudjuk, egészen Réti Majorik, ha úgy tetszik, hiszen gyakorta találkozunk Lévai Ferenccel, és ő mindig említi, hogy a Nádorcsatorna, ha rendben van, akkor tulajdonképpen az egész megyét ellátja, tehát így lefelé. Ez nagyon fontos, és pontosan ezért gondolom részletekről is különös figyelmet érdemel. Nádorcsatorna szerintem rendben van. Igen. Tehát most pont beszélgettem a horgászokkal, gyönyörű amúrokat, pontyokat fogtak, mutogatták a képeket, ragadozó halat is fognak, tehát hogy egy talán a horgászok által annyira nem ismert vízterületről beszélünk. Sok része érintetlen, tehát hogy bizonyos szakaszokon lehet csak horgászni. Ugye vannak halas tavak, amelyek mellett mondjuk tilos a horgászat, illetve tájvédelmi körzet is több helyen, vagy tájvédelmi körzeten több helyen átmegy a Nádorcsatorna. Ezeken a részeken ugye tilos a horgászat, de azokon, ahol meg lehet horgászni, ott tényleg nagyon szép fogások vannak. És azt mondom, hogy majdnem egy kicsit olyan, mint a Duna, hogy sose tudja a horgász, hogy éppen mit fog fogni. Igen. Tehát, hogy mindenféle halfaj megtalálható benne, mindenféle méretbe, ragadozótól a békés halakon át. Igen, és ráadásul a minősége is jó, már mint a vízminőség. Tehát az elmúlt időszakban ezzel se volt soha probléma. Mi újság a Dunával? Ugye 60, több mint 60 kilométer a Hofeszé, és a Duna egyik oldalról nem csak a horgászok miatt fontos, sőt, hát természetesen, hanem maga a folyamrendszer. Hogyan lehet megoldani ezekben az időszakokban, ha esetleg valami probléma merül fel? Hál' Istennek nincsen a Dunán probléma, tehát ugye közös kezelésbe gazdálkodunk rajta ezen a szakaszon. Itt is érintette az alacsony vízállás, de a Dunának most jön még ez az őszi időszakban a márna horgászat, illetve a ragadozó halas horgászat az általában ilyenkor a legerősebb. Azt lehet látni, hogy egyre többen fordulnak a nagy folyó irányába, tehát tényleg vízisportok, horgászok, motorcsónakokkal, vízi járművekkel egyre többen horgásznak a Dunán is, hál' Istennek, tehát ezt látják a halőreink is. Sokkal nagyobb részeket lehet ugye bejárni a folyón, sokkal több lehetőséget biztosít, és én jó magam is azt mondom, hogy például a balatoni horgászatnál, ugye ha csak azt nézem, hogy egy hétvégi időszakban nyáron szinte megközelíthetetlen, az M7-esen állnak sorba dugóba az autók, addig a Duna sokkal egyszerűbben megközelíthető. A komplett szabályozása is más, tehát ugye használhatnak a horgászok robbanó motorokat, meg kell is a folyóvizen, tehát eleve a sodrás miatt ezek az elektromos motorokkal a csónakokat nem lehet jól meghajtani. Tehát sokkal szabadabb a dolog, meg vadregényesebb, és szerintem ezt most egyre többen kezdik felfedezni. Jó, a haltelepítésekről is beszélünk, de ha már a vízgazdálkodásnál tartunk, ugye Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy próbálják a vízgazdálkodást visszahozni, mármint a köztudatba. Ez elsősorban az agrárgazdaság számára lenne fontos. Ti tárgyaltak erről, illetve figyeltétek-e ezeket a híreket, hogy egyre több olyan különböző kis patakot szeretnének feldúsítani, hogy az öntözés megvalósulhasson, hiszen tudjuk, hogy, és itt a Dunára vonatkozik, és a nagyobb folyóinkra elsősorban, hogy Európában Magyarország az az ország, ahon itt sokkal több víz kimegy, mint ami bejön. És erre a csatornarendszer megváltoztatására, illetve újjáépítésére születtek elképzelések. Hát én azt gondolom, hogy ez a 24. órában van jelen pillanatban. Tehát így, ahogy a klíma ezt mutatja, hogy az időjárás változások folyamatosan, tehát most már a negyedik évben vagyunk úgymond ilyen aszályban, és minden évben egyre nagyobb volt ez az aszály. Szerintem a mezőgazdaságban, növénytermesztésben abszolút, az ugye közvetlen vonzásban van az állattenyésztéssel is, tehát hogyha nem lesz takarmány az állatoknak, illetve az élelmiszeriparnak, tehát hogy ezt muszáj lesz itt a vízgazdálkodásba belenyúlni, és nekünk is ugye a haltermelés, tehát mi is közvetlen érintett vagyunk, ugye a táci
területen van egy 60 hektáros tóegység, ahol halgazdálkodással foglalkozunk, illetve az idei évtől kajászói halastórendszert is átvettük a MOHOZ-tól. Nem titok, június elején körülbelül teljes mértékben megszűnt a vízvételi lehetőség, tehát ott se lehetett már frissíteni a vizen, illetve nem lehetett újra tölteni. Tehát például egy 4 hektáros tavat, amit kikotortunk az idei évbe, elvégeztünk, ivadékot szerettünk volna benne előállítani, ugye június-július környékére készülnek el az úgynevezett tökmagpontyok, ezt szerettük volna kihelyezni, de már nem volt hozzá víz. Tehát én azt gondolom, hogy itt most mindenkinek nagyon át kell gondolnia a gazdálkodását, tehát hogy a víz az akkora kincs lesz, hogy tehát ez az, ami korábban ment 5-10 évvel ezelőtt, hogy ahogy működtek például a halastavak, hogy ősszel ugye lehalászáskor elengedték a vizet, téli csapadékkal feltöltötték a rendszert, az most biztos, hogy nem fog működni. Illetve hát az energiaárak, amilyen szinten elmozdultak itt a világpiaci árak, illetve a hazai árak is, ez én azt gondolom, hogy nem lesz rentábilis. Tehát, hogy eljutunk arra a szintre, ahol már szerintem a lakosság, vagy úgymond a horgász, ha én most közvetlenül ugye a horgászokról beszélek, tehát ezt a halárat nem fogják tudni megfizetni, illetve a területi jegyekbe se lehet ezt beleépíteni. Meddig tehát, növelhető ez, illetve lehet-e valamit tenni? Ez egy látszólagos kérdés, álkérdés, mert nagyon is jól tudjuk, hogy egyik oldalról az input anyagok költségemelkedése, a másik oldalról azt hiszem, hogy a gazdasági recesszió az mind-mind ellene van. De ez vonatkozik a teljes agrárgazdaságra, és nyilván a horgásztársadalom is megérzi ezt. Egyáltalán van-e elképzelésetek arról, lehet-e előre gondolkodni, hogy mi történik? Mert az asszály az egy dolog, elvileg még tart, de nem tudjuk, hogy meddig. Viszont a gazdasági visszaesés az mindenképpen hatással lesz a horgásztársadalomra is. Hát nézd, mi előre gondolkodtunk, tehát azért vízkezelőként, illetve horgásszervezetként álltunk bele a haltermelésbe. Tehát ha nem álltunk volna 2 évvel ezelőtt bele, akkor most jelen pillanatban valószínűleg nem tudnánk halat telepíteni. Tehát a nyári időszakban 1500-1600 forint volt egy kiló piaci pontjára. Ha ezt valaki kiszámolja mondjuk egy napi egyes horgász esetében, aki mondjuk szeretne mondjuk átlagosan, amiről korábban beszéltünk, tehát mondjuk egy napi egyen lehetett, haza lehet vinni mondjuk 2 darab méretkorlátozás alá eső halat. Beszéljünk 4 kiló pontról, az ott járunk egyből, hogy 6500 forint, és az csak a halnak az értéke. Igen. Tehát ebből nincsen ugye a halőrzés, nincsen benne a karbantartás, hogy az egész rendszert fel lehessen tartani, a különböző bérleti díjak, amiket ki kell fizetni. Tehát, hogy ez most egy olyan szinten van, hogy ha mi saját magunk nem állítunk elő halat, akkor a piacról való felvásárlás, én azt gondolom, hogy ez teljesen mínuszt eredményezne. Tehát végig kellett azt gondolnunk, hogy tavasszal amennyi halat tudtunk kihelyezni, azt kihelyeztük, és a nyári időszakban, de én azt látom amúgy az egyesületek is, meg majdnem mindenki, tehát hogy a nyári halászatokat mi megvártuk a saját magunkat, amikor beérett a hal akkora méretre, amit ki lehet telepíteni, azt kezdtük el a saját vizünkbe kihelyezni. Tehát ez egy fontos jövőkép. Fontos jövőkép, abszolút. Tehát hogy ha ez most nem lenne, én azt gondolom, hogy nem tudna a szövetség mondjuk ezt, amit mondtál, tehát hogy folyamatos növekedés van, mind a létszámban, a gyerekeknél, illetve a vizeknél, ez muszáj, illetve azt is végig kell gondolnunk, hogy adott esetben ugye teljesen független, tehát nem rajtunk múlik a dolog, hogy most van csapadék, vagy nincsen, és mondjuk a pátkai víztározónak a úgymond a gazdálkodása, vagy az a gazdasági szám, az hiányozni fog a rendszerből, és ott valahol ki kell a horgászokat más vízterületen szolgálni. Egyértelmű. Tehát nem fog, ugye nem, a horgász nem fogja abbahagyni a horgászatot, valahova polarizálódni fog, tehát vagy elmegy Sárszentmihályra, vagy a Balatonra, vagy mondjuk megy a Nádor csatornára, tehát valahova biztos, hogy menni fog a horgász, de nagyon bízunk benne, tehát én optimista vagyok ezzel kapcsolatban, hogy a pátkai tározót, tényleg sok horgásszal beszélek, valaki egyből már tudod, így azonnal temeti az egészet, hogy ennek vége van.
Én nagyon bízom benne, hogy lesz annyi téli csapadék, hogy még addig, amíg a rekonstrukciós munkák el nem kezdődnek, addig még lehet élvezni. Így van, hát gondoskodó tisztelettel teszitek a dolgotokat, nyilván a tagság is át kell, hogy gondolja és odafigyelve. Szándékosan hagytam a végére a palotavárosi tavakat, mert mostanában egyre több rendezvény van, mi is járunk, és egyre inkább rájönnek a fehérváriak, hogy a palotavárosi tavak az egy kincs. És hogy kiemelten kell ezzel foglalkozni, ez így is történik, ugye? Abszolút kiemelten foglalkozunk mind a palotavárossal, illetve a városon belül azt gondolom a vizekkel. Továbbá ugye egy úgymond jó hír, hogy a szövetség az idejében megvásárolta itt a Székesfehérvár, szinte a várostáblátom mellett a Hajnal horgásztavat, ahol olyan elképzeléseink vannak, hogy úgymond egy horgászturisztikai központot szeretnénk majd létrehozni, egy halas étteremmel, tehát hogy annyira közel van a várostól, hogy mégis kint van a természetbe, de nem a belváros, tehát hogy oda szeretnénk kitenni egy autentikus környezetbe majd a központunkat. Én bízom benne, illetve az teljes elnökség, hogy ennek van létjogosultsága, tehát mai világban tényleg, tehát most hát mindenki mindenből most ez folyik a csapból is, ugye az üzemanyag, a gázár, a villanyár, tehát a rezsi, minden a költségekről szól. Azt gondolom, hogy ez sokat jelent, hogy a horgászok itt adott esetben Székesfehérváron belül, tehát itt van a Csónakakázótó, a Bregyótó, a két palotavárosító, tehát ilyen kis távolságon belül nagyon szép környezetbe tudnak szórakozni, horgászni. Meg is van amúgy a koncepció, tehát most a várossal közösen dolgozunk rajta, hogy ezeknek a tavaknak a rekonstrukciója el fog indulni. Bízom benne, hogy így egymás után sorba, tehát a Bregyótó teljes kotrása fog megvalósulni, illetve a palotavárosi alsó és a felső tó, azt megérett már rá, tehát annyi 50 éves tavakról beszélünk, biztos, hogy kell neki egy mederkotrás, illetve nagyon sokat dolgozunk azon, tárgyalunk a városvezetéssel, hogy hogyan lehetne még élhetőbb, még színvonalasabb parkot kialakítani. És most már csak a víz utánpótlás hiányzik, én azt hiszem, hogy remek gondolatok, és hát bízzunk abban, hogy azért megváltozik az időjárás. Hát most téldre imára van. Jelen pillanatban. Add már uram az esőt, maradjunk ennyiben. Tamás, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és bízom benne, hogy majd, ha kilátogatunk, akkor ugyanolyan fantasztikus környezet várja bennünket, illetve a horgászokat is, mint eddig Szertefehér megyében. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem a Hofesz ügyvezetője Orfi Tamás volt, akivel a jelenlegi vízhelyzetről ejtettünk szót. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.